Az elmúlt héten egy beszélgetést láttam az interneten. Ez a beszélgetés lényegében egy vita volt, ám mégsem annak tűnt első ránézésre. Ugyan az történt, ami egy vitában kell, hogy történjen, mégis valahogy talán máshoz vagyunk szokva. Főleg mi magyar emberek ahhoz vagyunk szokva, hogy a vitában előbb-utóbb előkerülnek az érzelmek. És előbb-utóbb eljutunk odáig, hogy személyeskedésbe fordul át a beszélgetés. És a végén már teljesen nem is az a téma, amiről igazából elkezdtünk beszélgetni, hanem valami egészen más. Pont ez volt az érdekes ebben a beszélgetésben, hogy a felek nem ragadtatták el magukat. Az történt, ami a vitában történni kell. Elhangzottak vélemények, elhangzott minden, amivel alá kívánták támasztani a saját véleményüket, és gyakorlatilag ennyiben maradtak. Persze voltak a vitában közös pontok, megtalálták néha azokat a dolgokat, amikben egyetértettek. De alapvetően, miután két teljesen más értékrendű ember beszélgetett, nem jutottak egységre minden témában, minden egyes kérdésben. De vajon kell-e mindig egyetértenünk? És a vitának mindig az kell legyen a vége, hogy én meggyőzöm a másikat a saját igazamról. Azt gondolom, hogy nem feltétlenül. Aki a konfliktusokkal valaha foglalkozott, az tudja, hogy van egyfajta konfliktus, ami igazából nem feloldható. Ez nem más, mint az érték konfliktus. Amikor az értékrendek különböznek, akkor nem fogjuk tudni egymást meggyőzni a saját álláspontunkról. Nem fogjuk tudni meggyőzni egymást arról, amit mi fontosnak tartunk, mert a másik teljesen más értékrenden, más szinten gondolkodik az adott témáról. Ilyenkor a legtöbb, amit tehetünk, hogy elfogadjuk azt, hogy a másik másképp gondolkodik. És ami még fontosabb, nem veszítjük szem elől a tiszteletet. Mert egy beszélgetéshez, egy vitához, az érvek ütköztetéséhez ez nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy tiszteljük a másikat. Tiszteljük őt, mint embert, mint embertársunkat. És tiszteljük őt, mint Isten teremtményét. Mert ez az alapvető tisztelet kijár mindenkinek. A másik pedig nagyon fontos az, hogy el tudjuk fogadni, hogy a másik másképp gondolkodik. És ettől ő nem lesz rosszabb vagy jobb, csak egyszerűen másképp gondolkodik az adott témáról, és akár megpróbálhatjuk azt is, hogy az ő másként való gondolkodásából kiemeljük azokat a dolgokat, amiket esetleg mi is megtanulhatunk. Hogyha ilyen lenne ez a világ, ha így működnénk, és így vitatkoznánk, így beszélgetnénk egymással, azt hiszem, hogy egész máshol tartanánk. Miért is fontos ez a téma? Azért fontos, mert most ebben a nagyon furcsa világban, amit most élünk itt a koronavírus kapcsán, akár barátok és akár nagyon jó kapcsolatban lévő emberek is hátat fordíthatnak egymásnak, mondjuk például egy olyan téma miatt, mint a maszk használat. Kell vagy nem kell? Valaki egyetért vele, valaki nem. És hogyha magunkban nézünk, akkor meg kell kérdezzük magunkat, hogy vajon egy ilyen téma, mint a maszk használat. Egy olyan dolog, ami nem feltétlenül olyan borzasztó nagy horderejű az életünkben, ez érdemes-e arra, hogy egymásnak hátat fordítsunk? Vagy egyszerűen megtehetjük azt, hogy elfogadjuk, és tiszteletben tartjuk a másik véleményét. Valószínűleg kevesebb töréshez és kevesebb eltávolodáshoz vezetne az, hogyha gyakorolnánk ezt.